És menjünk is tovább, ez már a második óra, ahol megbeszéljük a hetet. Gergely Zsófiát hallják, és itt van velem György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője, Kárpáti Iván és Bolgár György. Szervusztok! Szervusztok! Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat! Ugye azt el kell mondani, hogy nem vagyunk egy légtérben, mint a régi szép COVID-mentes időkben, úgyhogy lehet, hogy lesz olyan, amikor így meg kell szólítani egymást. Mi Ivánnal itt vagyunk, és remélem, hogy zökkenőmentes lesz így is a beszélgetés. Kezdjük rögtön ugye a járványhelyzettel, mert hát nyilván az a fő hír, és az ember is ezzel a legfrissebb hírrel. Mit szóltok ahhoz, hogy ezek szerint, ahogy az előbb éppen két perccel hallhattuk, mert kormányon belül okoz feszültséget, és hogy a belügyminiszter már régesség szigorított volna. Én nem emlékszem olyanra, hogy Orbán Viktorral szemben kiszivárogtak volna ilyen, hát mondjuk úgy, hogy legalábbis egyet nem értő hangok a kormányból. Ki kezdi? Gyuri? Hát én sem emlékszem, főleg azt, hogy Pintér Sándor bármikor, bármilyen konfliktusba keveredett volna Orbán Viktorral. Azt sem tudom, hogy ez igaz-e, akár igaz is lehet természetesen. Végül is rend a lelke mindennek, és egy rendőrtábornok gondolkozhat így, már pedig egy járvány alatt rendet kellene tartani, és ez a rend sosem volt teljes, mindig felszakadozik, felbomlik, és valószínűleg most már, mint az egészségügyért is felelős belügyminiszter, mert valójában ő már az egészségügyi miniszter is, lehet, hogy arra a következtetésre jutott szakértők bevonásával, hogy igen, szigorúan kell bánni a vírussal, különben a vírus fog győzni. De szembe került Orbán Viktorral, aki már padlóra vitte a vírust, egyelőre ez a helyzet. Zsombor? Hát meg az is a helyzet, hogy egy elképesztő hazugság cunamiba keveredtek, ami ugye nem meglepő a kormánypolitikáját ismerve, csak ugye eddig a hazugság fókuszában lévő témák ugye nem voltak feltétlen kézzelfoghatóak. Most viszont sajnos azt kell mondjuk, hogy ez a járvány, ez most már szinte mindannyiunknak az életében jelen van, kevesen mondhatják azt magukról, hogy nincs olyan a rokoni vagy baráti kollegiális körükben, hogy aki ne fertőzött volna meg, vagy rosszabb esetben akár neveszítettek volna el valakit. Én szeretek emlékeztetni arra az időszakra, amikor még csak az influenza járványról volt elsősorban szó, és Orbán Viktor azt mondta, hogy mindenkinek jut oltás, aki szeretne a influenza ellen oltakozni, bár lehet, hogy akkor még ezt a szót nem használták, ők be is adta magának, beadatta magának teátrálisan. Hát az emberek elindultak a házi orvosokhoz, hogy akkor kérik ezt az oltást, és így kiderült, hogy messze nem áll rendelkezésre annyi, mint amennyi kellene, és akkor érezhető volt ez, aki mondjuk helyi Facebook csoportokban, különböző közösségekben jelen van, tapasztalhatta, hogy az amúgy a kormány mellett messze menőkig elkötelezett kommentelők is azt mondják, hogy de hát nem értik, hogy mi történt. Hát a miniszterelnök úr azt mondta, hogy van oltás, a házi orvos meg azt mondta, hogy nincs. Tehát ez egy borzasztóan kézzelfogható ügy, és sajnos ugye a helyzet csak rosszabb és rosszabb lett. A statisztikákat pedig ugye hát mindenki látja, akinek van szeme, hogy tehát egészen tragikus, ami Magyarországon történik. Lehet ezt egy ideig kozmetikázni, én is hallom a kormánypárti ismerősöktől, hogy mindez azért van, azért hal meg ennyi magyar, mert a mi egészségi állapotunk annyira borzalmas. Nyilván ennek is van valami igazság magja, de ugye mindig mindent csak külső okokra fogni, és azt mondani, hogy a kormánynak már pedig semmiben nincsen semmi felelőssége, csodálatosan végzi a munkáját, lásd az oltások nagy számát. Szóval ezt azért a végtelenségig feszíteni, a végtelenségig vinni nem lehetne. Hát azért a tapasztalat, a tények, azok előbb-utóbb felül kell írják azt amit a propagandában hallanak az emberek. Gondolom arra utaltál, hogy lakosság arányosan nálunk halnak bele legtöbben ugye a fertőzésbe, és valóban ez a hét, ez nagyon-nagyon durva számokat hozott, de legalább ilyen durva volt mondjuk az a fordulat, amikor hát szabályosan lerohadt az a honlap, amin azt kellett volna ellenőrizni, hogy egy másik honlapon már regisztráltunk-e. Nem tudom, az nekem a kedvencem volt, és kiállt az alezredes, a kis Robert, hogy hát ez egy terheléses támadás volt, mert legalább 600, nem terheléses támadás volt, mindenki meg akarta nézni. Tehát. Megnézted egyébként? Meg. Én 10 percig próbálkoztam kitartóan, tehát 16-szor jeleztem, hogy nem vagyok robot, frissítette. 10 perc után működött, kidobta, hogy igen, regisztráltam, és akkor másnap kiállnak, hogy, és még a forma kedvéért még feljelentést is tesznek. Persze nem zárom ki, hogy néhány
nagyon nem szép motivációjú ember csinált egy olyan program, de nem, hát ezt egyszerűen mindenki meg akarta nézni, mert ugye hát eleve az egész regisztráció ugye nagyon fura volt. Egy e-mail címről ugye egyet lehetett, rengeteg idős ember, én is ugye a saját családomban nagymamámnak, anyukámnak szedtem elő a 1000 éve nem használt e-mail címeimet, és regisztrálgattam be őket, aztán figyeltem, hogy ki mit kap. Elárultuk a kulisszatitkot. Igen, tehát, hogy egyébként jelzem, Szlovákiában is eléggé mellé fogtak vele, mert ott ráadásul úgy kellett időpontot foglalni, mint amikor a vizsgaidőpontok az egyetlen, hogy le kell rá csapni, és hát ilyen 60-70-80 éves embereknek kellett ezt interneten megcsinálnia, tehát ott sem ment ez egészen zökkenőmentesen. A lényeg, hogy hát ez a 600 ezer rossz indulatú támadás érte, hát nem, 600 ezer nagyon jó indulatú ember szerintem meg akarta nézni. Na jó, de minek kell eleve egy honlap arra, hogy egy másik honlapot lecsekkoltam, mert ott elakadtam mondjuk így a hírnek az elején, hogy az oltópontok továbbra is hihetetlenül zsúfoltak, legalábbis erről voltak újabb fotók. Nekünk is van olyan családtagunk, aki azt mondta, hogy őszintén szóval tavaly március óta ő még ennyi emberrel nem találkozott, mint pont az ő beoltásánál. Hát ezt is ugye személyes példából tudom, a 97 éves nagymamámat vittem egy budai oltópontra, ahol hát az utcán két sor volt, a 40-50 méteres sor ugye a sputnikosok voltak, ők valamivel fiatalabbak voltak, és volt egy pár méteres sor, amiben a vele egyidős vagy 80 pluszos emberek voltak odahívva, és egy ilyen szuterénbe terelték le az embereket. A nagymamám azt mondta, hogy azzal a hasonlattal ért, hogy ő hát utoljára színházba, amikor még lehetett menni, úgy ült ott bent. Amúgy mindenki segítőkész volt, normális volt, ugye őt be nem kísérhettem, de adtak rögtön mellé egy kísérőt. Aki ott volt, katona, egészségügy, és az mindenki tényleg a körülményekhez képest nagyon korrektül tette a dolgát, de az, aki eldöntötte, hogy egy nap nem tudom hány ezer embert egy 120 éves épület pincéjébe kell leterelni, oltani, hát azt nem tudom, hogy... Mit szóltok ahhoz, hogy létező szó már, most ezen a sputnikoson gondolkodtam el, hogy na, ilyen nem volt, hogy létezik már olyan szó is, hogy covid irítség, tehát, hogy oltás irítség. Tehát a covid kitermelte ezt a szót, hogy oltás irítség, mert gyakorlatilag hajlamosak vagyunk arra, hogy figyeljük, hogy ki már kapott, ki az, aki még, és ki mit kapott főleg. Bocsánat, hát megengedem, hogy egy gondolatot ez a honlaphoz hozzátegyek. Mondja, Jambor, hát, nyugodtan. Igen, ugye... Azt érzékelhetjük szerintem itt is, hogy megy a gányolás. Tehát ez a megoldjuk okosban, majd jön a haver, és ő majd megcsinálja nagyon sok pénzért, aztán jön a másik haver, vagy ugyanaz a haver, még több pénzért megcsinálja annak a úgymond javítását, vagy kiegészítését. És ugye ez sem működik jól. Most nem csak azért nem működik jól, mert lefagy, és nem lehet bejutni, egyébként én nem jutottam, bepróbáltam egy olyan 8 alkalommal, körülbelül aztán eladtam. De például van olyan ismerősöm, aki első között regisztrált, bejutott erre az oldalra, és ott azt látja, hogy nincs regisztrálva. Csak ugye innentől meg ugye megy a találgatás, hogy most akkor őt valóban nem regisztrálták, vagy csak ez az oldal rossz, egyébként valószínűleg ez az utóbbi az igaz. Müller Cecília azt mondta, hogy még akkor se kell aggódni, tehát ezért sincs értelme, mert ha azt látod, hogy nem, akkor se... Abszolút semmi értelme nincsen, de legalább biztos, hogy borzasztóan sóba került, tehát valaki nagyon jól járt ezzel is, tehát azért ez egy alapinformatikai cég megoldja azt, hogyha valahol regisztrálsz, nincs olyan webshop, nincs tényleg olyan előfizetés, vagy bármi, ahol ne kapnál egy visszaigazolást, tehát ez már a sablonra felhúzott oldalak tudják, hogy egy visszaigazolást küldjön automatikusan, hogyha sikeresen bejutottál, vagy előfizettél, regisztráltál, stb. Tehát egészen elképesztő amatőrizmus. Gyuri, az előbb akartál valamit mondani az oltás irítségre? Hát az tulajdonképpen, hogy az oltakozás után jöhetnek még itt új szavak, és kétségtelenül ez is mutat valamit, van oltás irigység is, hiszen minél előbb, minél több ember szeretne, most már állítólag több mint 50% szeretné magát beoltatni, végül is a józan ész győzelmének is tulajdoníthatjuk ezt, de alapvetően, és akkor egy megjegyzés még Ivánhoz, hogy egyre többen zsúfolódnak össze az oltópontokon, a tegnapi nap folyamán 67 ezer embert beoltottak, ez nagyon szép. Ha ez így menne tovább minden nap, akkor egy hónap alatt gyakorlatilag 2 millió ember kaphatna egy oltást, és ez már elég jó.
nem olyan jó, mint amit Orbán Viktor kezdetben vizionált, hogy egy hétvége alatt leoltjuk, vagy igen, átoltjuk az egész lakosságot, aztán a hétvége 4 napra hosszabbodott meg, aztán 2 hétvégére, de én azt sem értem, hogy hogy képzeli azt egy miniszterelnök, hogy ezt meg lehet csinálni gyakorlatilag úgy, hogy az emberek meg is kapják az oltást, és közben ne fertőzzék meg egymást. 2, hogy rendelkezésre áll annyi oltóanyag, hogy egy hétvége alatt elvileg be lehessen oltani az országot. Hát ki volt az, aki ezt a marhaságot a miniszterelnök tudtára adta, vagy így tájékoztatta őt félre? Ez nem létezik. Hát minden Európai Uniós ország és vezetője kellett, hogy tudja, amikor megkötötték a szerződéseket, hogy a Pfizer-től kezdve az AstraZeneca-ig és a többiekig nem mindenki azonnal szállítja le a teljes mennyiséget. Hát ehhez nem kell tényleg űrkutatási technika vagy atomfizikai tudás, ez a legegyszerűbb tudás arról, hogy hogy gyárt egy gyógyszergyár akármilyen gyógyszert, vagy éppen oltóanyagot, vagyis össze-vissza beszéltek, mindig azt akarták érzékeltetni, hogy a kormány mindent tud, a kormány mindent el tud intézni, a kormánytól függ, ha a kormánytól függ, akkor itt mindenki egészséges lesz egy hét alatt. Ehhez képest most azt a játékot kezdte el játszani a miniszterelnök, hogy mi leszünk az európai versenyben az elsők. Nem verseny van, tessék megérteni, közös kínlódás küzdelem a járvány, a vírus ellen. Ebben lehet egy kicsit jobban oltani, lehet egy kicsit megpróbálni ügyeskedni, mint a magyar kormány teszi kínai és orosz vakcinákkal, de mindenki ugyanabba az irányba tart, és hogyha egymást próbálják lekönyökölni az útról, ami a gyógyuláshoz vezet, akkor egymást fogják előbb-utóbb ölni. Ezt a versenyt így nem lehet megnyerni, és akkor még egy mondatot, hogy miért nem lehet pláne április közepétől állítólag nyitni, ez a mániája a miniszterelnöknek, mert 2,5 millió magyar beoltása legalább egyszer, az nem jelenti a társadalom, a lakosság védelmét. Meg kell nézni, hogy Nagy-Britanniában már lényegében a lakosság fele kapott egy oltást, hát van, aki többet is, az Egyesült Államokban még több, de Amerikában ismét elkezdett növekedni a fertőzés szám, úgyhogy ez nem olyan egyszerű dolog, hogy beoltjuk az embereket, és holnaptól kezdve mindenki védett lesz. Teljes félreértése és félre tájékoztatása az embereknek. Igen, ezt teljesen jól mondod, olyan, mintha Orbán Viktort néha így a valóság így nem igazán érdekelné, hanem tényleg egy párhuzamos valóságot teremtene továbbra is, és akkor kössük át rögtön. Ez egy dacos kísérlet, nem? Tehát az, amit a Gyuri mondott egyébként, szerintem is nagyon helyesen, hogy ez az állandó verseny, tehát ugye kapjuk ezeket a különböző információs leveleket a kormányzattól, mindannyian, akik regisztráltunk, abban is állandóan azt olvassuk, hogy éppen ki mindenki győztünk le, ki mindenki van mögöttünk. Ez olyan, mint amikor ugye a kinek van nagyobb legókészlete, meg nem tudom, tehát csak ugye ezt az ember úgy ideális esetben ilyen 7-8 éves korára kinövi. Pont ezt akartam, hogy ez a homokozónak a szintje. De ti még mindig nem tudjátok, mert úgy látszik, akkor nem figyeltek eléggé a miniszterelnökre, hogy a meccs addig tart, ameddig nem nyerünk. Ó, igen, igen. És hogyha lehetőséged van megölni az ellenfeledet, akkor megteszed. Az a meccs viszont, amit most játszanak, és a járvány kezdete óta, vagyis több mint egy éve tart, az annyira nyerésre áll Magyarországon, hogy mi vagyunk a világon, nem csak ezekben a hetekben a legrosszabbak, mert ez egy pillanatnyi állapot, hanem a járvány kezdete óta Magyarországon haltak meg lakosság arányosan a második legtöbben, a világ összes országa közül. Ez olyan tragikus szám, olyan tragikus adat, és annyi emberélet, elveszett emberélet van mögötte, hogy ez ellen kellene valamit csinálni, nem pedig idiotizmusokkal versenyeket kiírni, és aztán megnyerni. És borzasztó, hogy nap mint nap tényleg jönnek ezek a számok, és mindig mondják, idős, krónikus, ennyi áldozat. Gyakorlatilag ilyen teljesen olyan számokat hallunk, amik ugye korábban még ilyen nem tudom mekkora csúcsoknak tűntek, most pedig gyakorlatilag mindennapossá váltak. És főleg ezért volt nagyon megrázó az a rendelet, az a kormányrendelet, hogy pont a házi orvosokat elkezdenék átvezényelni. Ugye vannak ezek feltételei, meg ugye láttuk, hogy Kessler Miklós megpróbálta utána nyugtatni a kedélyeket azzal, hogy nem lesz ebből gond, meg csak szükség esetben, de ugye pont mindannyian arról beszéltek, hogy oltás, 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 mert pedig a házi orvosok oltanak.
ha most őket átviszik a kórházakba, ahol azért sokkal kevésbé van helyismeretük, akkor ez saját maguk szerint is tragédiához fog vezetni. Ki akar ez először hozni? Házi orvosok így is kaptak a fejükre rendesen, hiszen nagyon sok be nem tartott ígéret ugye rajtuk csattan. Nem egy orvos elmondta, nem csak házi orvos, egyébként kórházi orvos is, hogy azon fordulnak hozzájuk a pácienség, hogy de hát ők péntek reggel azt hallották a miniszterelnök, hogy nagyjából minden rendben van, és szépen haladunk, akkor mi az a lassúság, mi az a tatolyázás, és nagyon sok minden csapódik le rajtuk, mert hát amiről beszéltünk is, ez a propaganda valóság és a való valóság ugye egész egyszerűen ütköznie kell, és hát ennek a ütköző pontjában szegény orvosok és az asszisztensek. Na jó, de nem lehet az első vonalból átvezényelni olyan embereket, akiken tulajdonképpen ilyen mértékben múlik az oldásnak a tempója. Hát egyelőre még valószínűleg nem is fogják, hát ezt most nyilván az akartak erre utalni, hogy hát nekik még azért vannak hová nyúlni, még akkor is, persze egy papíron lehet tologatni, valójában valószínűleg nem fogják ezt meglépni, pont azért, mert Orbán Viktor mindent az oltásra tett fel, már pedig az oltást szépen rátolták szinte egy az egyben a házi orvosokra. Nem is feltétlenül úgy, hogy mindent nekik kell beadniuk, mert ugye, hanem az oltópontra való vezénylést is a házi orvosokra tolták rá. Orbán Viktor, tehát ez egy nagyon fura, úgy mondjam, pervers helyzet. Tehát Orbán Viktor mindent egy lapra tett fel. Ez, amit föltett, ugye az, ami mindennapi életünk, vagy akár szó szerint az életünk. Tehát jelenleg azon kívül... Ez így nem hangzik annyira jól, hát a mondat. Igen, de ez történt. És nagyon más nem tudunk csinálni, mint hogy azon kívül, hogy elmondjuk, hogy még mi minden zajlik körülötte, hogy ez az egész, hogy milyen abszurd, mint hogy drukkolunk neki. Mert ha ez nem jön be, tehát lehet, hogy Szentiken fog múlni, és majd neki ez tényleg is áprilisban pontot fog tartani, és tényleg egyébként egy hete ezen a marha magas számon a napi fertőzés szám 40 ezres tesztelés mellett most nagyjából március 20-a óta tetőzik, ami persze azt jelenti, hogy ez még egy hónapig ilyen magas lehet, és aztán hirtelen leszakad, mindegy. Csak hogy egyszerűen belementünk vele együtt a mi döntésünkön kívül az ő játékába azzal, hogy ő azt mondta, hogy ő nem zár akkorákat, mint mondjuk a csehek és a szlovákok és a nem tudom én kicsodák, ahol egyébként aztán hol bejött, hol nem, hanem ő mindent feltesz az oltásra, ő idehozat bárhonnan oltóanyagot, és most már mi nem tudunk mit csinálni, mint hogy marhára drukkolunk, hogy a házi orvosok, az oltóponton dolgozók ezt képesek legyenek véghez vinni, mert hogy nincs több védőháló alattunk egyébként. Tehát ez egyszerűen nem tudunk már mit csinálni mi ezzel. Gyuri, mit gondolsz erről? Az ember, hogy nem mondanak igazat, mondjuk ez nem nagyon meglepő, mert 10 éve vagy 11 éve nem mondanak igazat, de most valóban életbevágó kérdésekben titkolják el a valóságot. A 444 szúrta ki ma, hogy most már 5. napja stagnál a kórházban lévők, a kórházban ápolt COVID-betegek száma. Márpedig, amikor minden nap 10-11 ezer új fertőzést jeleznek, és ebből korábban 7-8-10% bekerült kórházba. Ráadásul tudjuk, hogy ez a brit mutáns, ez nem csak, hogy gyorsabban terjed, de erőteljesebben is támad, súlyosabban betegít meg nem csak időseket, fiatalokat és középkorúakat is. Vagyis mindannak alapján, amit tudunk általánosságban, nem létezne, hogy a kórházban lévő ápoltak száma nagyjából ugyanannyi maradjon. És mégis, lehet, hogy ezzel azt akarják, azt a képzetet akarják kelteni az emberekben, hogy semmi baj nincs, ugyanannyi beteget látunk el, mint korábban, eddig is sikerült, ezután is sikerülni fog, és igaz, hogy már több mint 1500-an vannak lélegeztetőgépen, Merkeli rektor pedig egy-két hónappal ezelőtt azt mondta, hogy hát 1000 a határ, de hát azt ki lehet terjeszteni egy válsághelyzetben akár 50%-kal, na ott vagyunk, csak éppen az ápolók, a szakápolók, az orvosok, az anesteziológusok hasonló szakemberek számát nem lehet 50-100%-kal növelni, vagyis a helyzet katasztrofális, ezt nem akarják elismerni, és ezért szerintem az adatokkal is manipulálnak. De annyira mesztelen a király, mert
azt szerintem mindannyian látjuk Facebookon, közösségi oldalakon, hogy jönnek szembe ilyen teljesen húsvér emberektől beszámolók. Tehát egyrészt betegek is elmerik mondani most már a saját történetüket. Egyébként a héten volt egy nagyon-nagyon erős olyan poszt, amiben egy rezidens mondta el, hogy ők hogyan élik meg. Ugye nem sokkal azután, hogy ráadásul le is inosozták őket. Tehát, hogy gyakorlatilag nem lehet úgy torzítani a valóságot, hogy közben azért az a bizonyos párhuzamos másik valóság ne legyen ott. Tehát egyre élesebb az ellentét, és ezek a beszámolók meg egyszerűen rettenetesek, miközben mindent tagadnak belőle hivatalosan. Az a legszebb történet. Nem tudjuk ellenőrizni, Gyuri, mondjad? Nyilvánosságra került az Uszdi kórházigazgatónak egy helyi televízió számára adott interjúja, amiben a helyzetet rendkívül súlyosnak nevezte, és az olaszországi Bergamóihoz hasonlította. Erre jön az országos kórház főparancsnokság, vagy hogy a bánat főigazgatóság, mindegy, főparancsnokság, ez valójában válasza, hogy ez nem igaz. Na most tessék mondani, itt Budapesten a kórház főparancsnok tudja, hogy mi az igazság Ózdon. Hát ilyen, az ember azt gondolja, hogy ez nem lehet, ezt már nem lehet, csak a brezsnyevi szocializmusban lehetett ilyet mondani, de nem. Gyakorlatilag meghazudtolták egyébként annak ellenére, hogy névvel arccal mindennel vállalta, hogy mennyire nehéz helyzetben küzdködnek. Iván, mit gondolsz erről? Mondjad. Zsombor, te is mondhatod. Néha egy kicsit összezavarod, tehát nagyon rosszul hallak titeket, bocsánat, igyekszem azért. Próbálunk javítani, de hát igen, így azért nehéz, hogy nem vagyunk egy légtérben, de hát nem lehetünk egy légtérben. Mondjad nyugodtan. Világos. Az Ózdi kórház igazgató ugye mondott egy konkrét számot, azt, hogy náluk alapesetben 7 intenzíves ágy működik, most pedig ugye ennek a nagyjából 2,5-szeresével kell számolniuk, amin betegek fekszenek. Ez egy tény. Tehát, hogyha ez, hogy erre az mondják, hogy nem igaz, nem fekszenek. Most éleszek a hivatalos hang. Igen, csak ez egy olyan helyzet, amivel egyszerűen állampolgárként tényleg az ember nem tud mit kezdeni, csak fogja a fejét, hogy tényleg itt áll egy kórházigazgató, aki miért mondana olyat, ami egyébként tehát nyilvánvalóan megfelel a valóságnak, hiszen ott él. Egészen abszurd ez a helyzet, hogy már egy rendszeren belül hazudtolja meg az egyik felső vezetőt, a másik még felső vezető, szóval ez egészen elképesztő. És egyébként még bocsánat, hogy az oltási irigység témáját vetetted fel még néhány perc ezelőtt kérdésként, és itt ha egy pillanatra még ide visszakanyarodhatunk, ugye most a pedagógusok kapcsán az hangzott el, hogy a Maruzsa államtitkár szájából, hogy a következő egy hónapban van arra lehetőségük, hogy a regisztrációjukkal prioritást szerezzenek, tehát előre sorolják őket, utána ez már nem fog fennállni, ez a lehetőség. És hogy mondjuk valami jót is mondjunk, vagy jóhoz közelít, én ezzel egyébként egyetértek, és nem csak a pedagógusok kapcsán. Abszolút híve vagyok annak, hogy a veszélyeztetett csoportokat soroljuk előre, hogy az egészségügyben dolgozók, szociális ágazatban dolgozók nem kérdés, a világon mindenhol ők kerültek előre, idősek beoltása nem kérdés, tehát akik a legveszélyeztetettebbek. Viszont azt gondolom én is, hogy valahol kell húzni egy határt, és azt kell mondani, hogy oké, van egy határidő, addig regisztráljanak ezek az érintett csoportok, addig prioritást élveznek, de hogyha addig nem eszméltek, ugye most azért már az oltások, első oltások beadása óta eltett 3 hónap, december vége óta. Tehát, hogy addig nem aktivizálta magát valaki, meg legyintett, hogy jó, én ebben nem is hiszek, meg kitalálták, meg Bill Gates adja be, meg nem tudom, tehát mentek ezek az egészen elképesztő őrületek. Tehát, aki eddig nem eszmélt, és azt mondta, hogy ez butaság, az most pusztán mondjuk a kora miatt ne kerüljön az elé a buszsofőr, boltjeladó, bárki elé, aki egyébként lehet, hogy 3 gyereket nevel otthon, akik szintén ugye úgymond veszélyforrás jelentenek, hiszen hazahozzák a környezetükből, még ha most nem is járnak iskolába. Tehát, hogy egész egyszerűen meg kellene most már adni az esélyt egész egyszerűen annak, hogy az élethelyzetből kiindulva kaphassa meg szélesebb kör, akár fiatalok is az oltást, pláne tudva azt, hogy ezek a mostani mutások egyszerűen nem kimélik már a fiatal korosztályt sem, hát éppen olvashattuk ezt a szörnyű hírt, hogy 23 éves anyuka is meghalt, szóval mint ahogy egyre fiatalabbak az áldozatok. Még hogyha ez egy mindenképpen megvitatandó javaslat is, és nem lehet csak úgy egy
egyik percről a másikra bevezetni. Igen, Zsombor, csak lehet, hogy nem hallottad, a műsor első felében szólalt meg egy pedagógus szakszervezeti képviselő, aki elmondta, hogy hát itt nem azzal van a gond, hogy hogyan és hányan jelentkeznek, hanem hogy egyelőre még karbantartás alatt van az a valószínűleg sokadik honlap, ahol nekik egyébként így intézményi szinten be kéne regisztrálniuk. Tehát még el se tudták azt indítani, ami alapján őket már jövő héten Maruzsa államtitkár szerint nagyban oltják őket. Tehát azért a tanároknak nem a jelentkezésével... Ezt látjuk, tehát amit én beszélek, az inkább egy elvi dolog. Egyébként a tanárok oltásánál is törekedni kellene szerintem arra, amire a kormányzat egyébként nem képes, vagy nem hajlandó sosem, hogy alacsonyabb szintekre vinni a döntési helyzeteket, tehát egész egyszerűen intézményi szinten is ezt meg tudnák oldani, nem kellene mindig mindent központi vezérléssel irányítani, ami pedig aztán egy technikai hiba mondjuk miatt csődöt mond. De mondjuk ez is ugye jellemzi ennek a kormánynak, hogy egyszerűen nem hajlandó a döntéseket megosztani, meg alacsonyabb szintre helyezni. Gyuri, te mit gondolsz a tanárok oltásáról? Hát az, hogy ez tökéletesen mutatja, hogy a kormány milyen koncepciótlan, milyen szervezetlen, rendezetlen, hogy mennyire minden egy kézben van, és az a kéz Orbán Viktoré, ő pedig, hogy minek alapján, mikor és hogyan dönt, az beláthatatlan. Nem tudom, hogy tudja-e valaki rajta kívül, de lehet, hogy ő maga sem. Emlékezzünk vissza, hogy heteken át a pedagógus szakszervezetek különösen követelték a tanárok beoltását. Nem, majd szépen rendben, de még néhány napja is az illetékes miniszter Kásler a parlamentben közölte, hogy természetesen a tanárokat is be fogják oltani, ahogy rájuk kerül a sor. Majd hülyét csinált belőle Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter, igaz úgy a sajtótájékoztatóján, hogy nem ezt emelte ki, hogy na most akkor beoltjuk gyorsan a tanárokat, hanem csak úgy néhány mondat között szépen finoman elrejtette. Tényleg, mintha ő is az egypártrendszerben a sorok közötti írást, olvasást vagy sajtótájékoztatást tanulta volna. Na minden esetre kiderült valahogy szépen két mondat közé bújtatva, hogy hát akkor most a szünetben be fogják oltani azokat a pedagógusokat, akik ezt kérik. Na most, hát ez egy abszurdum, ugye? Hogy így működik ez, a saját miniszterüket röhögtetik ki, de legalább jót döntöttek, tehát maradjunk ennyiben, ez egy dolog. De utána Orbán Viktor ráúszik nyilván a saját döntésére, péntek reggel a rádióinterjúban, és közli, hogy április elejéig be fogjuk oltani a tanárokat, ezért aztán védve lesznek, és április közepén ki lehet majd nyitni az iskolákat. Ember! Az első oltás után legalább 3 hétnek kell eltelni ahhoz, hogy valamennyire, nem teljesen, valamennyire tegyük föl jelentős mértékben, védve legyenek a beoltottak. De nem 1 hétre, vagy 10 napra van szükség, hanem 3 hétre. Magyarán mindent annak rendel alá, hogy én nyitok, mert én vagyok a leggyorsabb, én nyerem meg ezt a versenyt, akárki, akármilyen kockázatot fog ezért viselni, én vállalom a felelősséget, de persze csak akkor, ha győzök. Egyébként lehet, hogy ebből lett elege egyébként a belügyminiszternek is, hogy gyakorlatilag tényleg olyan szinten vannak centralizálva a döntések, hogy talán még ő sem rúghat labdába. Ugorjunk egy nagyot, ez most egy kicsit nem oltás, és előre mondom, hogy Tóth Avi Árpád nekem kollégám a HVG-nél. Ugye a héten volt hír, hogy publicistaként írt egy olyan cikket, amiben hát a magyarokat ostorozta, ez egy ilyen önostorozás volt, most azért a hallgatók kedvéért elmondom, hogy mi verte ki a biztosítékot. Arról írt, ugye, hogy büdös magyar migránsok, magyar banditák. Nyilván ez Tóth Avi sajátos stílusában, amikor annó kalandoztak, akkor még ez nem volt gond. Magával a véleménycikkel szerintem a világon semmi probléma nincs, azzal sokkal inkább, hogy a kúria szerint ezzel igenis megsértette a személyiségi jogokat, és ilyen módon ugye a HVG ellen ítéltek. Nem tudom, hogy nálatok ez szintén hát ennyire érzékenyen. Itt most egy olyan törvényt alkalmaztak, amit arra lett annak idén kitalálva, hogy kifejezetten kisebbségi helyzetben lévő emberek elleni támadásokat valahogy ugye jogilag lehessen szankcionálni. Azt ugye eddig még szinte sosem alkalmazták. Most egy kvázi valakinek az irodalmi munkásságának a keretében megír egy ilyet, mindenki érti, hogy mire gondolt erre, és akkor nekem is tele van a Facebook oldalamon, ahol az emberek Adit idéznek, és nem tudom, hát hogy tehát hogy semmi keresnivalója nem lenne itt egy bíróságnak, ennek az értelmezésében.
nyilvánvaló, hogy ez innentől kezdve nagyon könnyen kikerül ugye a politikai kommunikáció terébe is. Egy abszurd helyzet, hogy ezt egyáltalán nekünk most magyarázni kell, hogy Tótának ki kell állnia. És el kell mondani, hogy hát amikor ő ezt írta, akkor ő arra utal, miközben tudjuk, hogy ami olyan, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa, meg úgy az kacsa. Tehát, hogy ő ezt arra írta, hogy arra akart visszautalni, hogy a migrá... Tehát eleve azt, én kérek elnézést, hogy ezt most nekem magyaráznom kell, hogy mire gondolt Tóth Avi Árpád. Mindenki tudja, hogy ő mire gondolt, és az, hogy a bíróság ezt le tudta úgy vezetni, hogy ebből egy valódi ítélet született, ami kimondja azt, hogy már pedig ezzel engem, mondjuk, Kárpát Iván magyar állampolgárt, meg magyar nemzetiségű, nem tudom, mi minden vagyok, megsértett, hát ez egy vicc. De miért nem sértődtél meg a büdös magyarokon, büdös magyar migránsom? Gyuri? Ugye ez a bizonyos törvény, alaptörvény is, meg a polgári törvénykönyvbe is belevették. Úgy szól, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, és ezt azért emelem ki, mert Iván mondta, hogy ez elsősorban a kisebbségek védelmében született vagy született volna, de nem ebben a formában, már a magyar nemzet a legfontosabb. A nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek törvényben meghatározottak szerint jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni. Ez addig, míg például cigányokat gyaláztak, uszítottak ellenük, zsidókra hasonló dolgok, ugye hát rengeteg példa volt rá az elmúlt években, évtizedekben, évszázadban, tehát van ennek valamiféle védő funkciója. Hogy a magyar nemzetet Magyarországon mennyire veszélyesen lehet így sérteni, megfenyegetni, az egy másik kérdés. De az nem lehetne kérdés, hogyha valaki a kalandozó magyarokat tegyük föl gyalázza, mint Tóth Avi Árpád, nem ironizál, hanem vegyük a legsúlyosabb minősítést, gyalázza. Ezen az alapon két mai magyar állampolgár azt mondhatja, hogy én ehhez a közösséghez tartozom, és engem sért ez a fajta véleménynyilvánítás. Hát ott kezdődik, hogy a kalandozó magyarok még csak nem is voltak nemzet. Az egy jóval későbbi fogalom és alakulat, vagyis a magyar nemzethez nem tartoztak azok, azon kívül mutassa be nekem az a két magánember, aki bírósághoz fordult, hogy ő valóban azoktól a kalandozó magyaroktól származik. Nem fog sikerülni. Vagyis a dolog teljesen abszurdum, de arra jó, hogy megfélemlítse a sajtó szabadságában hívő újságírókat és más közéleti embereket. Zsombor, te, hogyha a Magyar Hang főszerkesztőjeként kapnál egy ilyen megkeresést? Hát ugye az az érdekes, hogy számtalan támadást kapunk mindannyian, és nem csak a fórumokon, hanem ugye akár magukat újságírónak, vagy megmondó embernek tartó figuráktól is. Ugye ezek közül ugye a legjellemzőbb az, amikor ugye leárulóznak, lehazudoznak, azt állítják, hogy amit mi írunk, mondunk, az fake news, és ugye hiába van a kezünkben minden eszköz igazából, minden technikai eszköz, úgymond bizonyítékok, hogy amiket mi mondjuk írunk, vagy mondunk, azok igazak, egész egyszerűen nem tudsz érvényt szerezni a saját igazságodat, nem tudod őket igazából helyreigazítatni, meg annyi próbálkozásunk volt, hiszen azt mondja erre a jogász, hogy ugye olyan ügyesen csavarják ezt, hogy gyakorlatilag hogy a véleménynyilvánítás szabadságába belefér az, hogy ő téged hazugnak nevez. Most ez ugye egy érdekes helyzet, amikor pedig ugye konkrét állítás és konkrét személy szerepel ezekben az ügyekben, és mégsem tud semmit tenni. Vagy egy pillanat, csak az előző témánkhoz kanyarodjunk, biztos emlékeztek arra, hogy még az első hullám idején elhunyt egy Magyarországon tartózkodó diplomata, egy fiatal ember, 38 éves volt. Egyébként most volt az évfordulója pont. Az egyik legelső áldozat volt. Nagyon személyes adatait kitették a központi oldalra, a koronavírusos oldalra, ahol ugye ott szerepelt, hogy alkoholos májkárosodásban szenvedett, amihez egyébként senkinek semmi köze nincsen. És akkor mi utána jártunk ennek, hogy normális dolgja az, hogy nagyon konkrétan beazonosítható ember, hogy ennyire személyes adatot nyilvánosságra hoztak, és az volt ugye az állásfoglalás jogászi szinten, hogy nincs igazából ezzel mit tenni. Tehát, hogy nem sérül az ő adata szegénynek már,
nem tudsz az egész helyzettel mit kezdeni. Szóval, hogy az egész egy ilyen nonsens, hogy amikor nagyon konkrét ügyek, nagyon konkrét emberekről van szó, akkor tehetetlen vagy. Egy ilyen ügy meg ugye egyáltalán téma lehet. És ugye még ebben az is érdekes, hogy a migráns szó az ugye ilyen valami fajta pejoratív, vagy be van a szó. Szó szerint ezt mondták ki, jelenik, igen. Mert volt egyébként a migráns szó azelőtt, hogy az Orbán kormány ezt elkezdte úgy használni, ahogy, azelőtt ez egy szakkifejezés volt. Tehát én is nagyon sokat foglalkoztam ezzel a témával, míg a 2000-es évek közepén is jártuk Afrikát keresztbe kasul, és kötöttük össze a Magyarországon lévő családtagokat az Afrikában rekedtekkel, és teljesen bevett dolog volt, jogvédő szinten is, a Helsinki Bizottság is ezt használta, hogy migráns. Nem volt az égvilágon semmilyen negatív jelzőben, mert egyébként mindenki, aki ugye valami oknál fogva mozog, vagy elhagyni kényszerült a hazát, az migráns, hogy a menekült szó nem feltétlenül fette ezt, hiszen ugye az már egy jogi kategória. Az, hogy ebből negatív kihallású szó lett, vagy fogalom, az pedig hát a regnáló politikának a felelőssége, senki másé. Mondjuk érdekes lesz ez a közlemény, amit most közzé kell majd tenni, hát mondjuk nem tudom, hogy a HVG fellebbez, vagy nem, mert ugye elnézést kell kérni. Ezt most egyelőre így nem látom, hogy kitől és hogyan fognak. Hova fellebbezne, Zsófi? Hát a kúria hozta ezt az ítéletet. Még vannak jogi eljárások, én úgy tudom, hogy még egyébként dolgoznak rajta, hogy hát ha ezzel valamit lehet fellebbítelni. Ami európai, vagy újra, vagy az hogy lehet, te vagy a jogász. Hát. Igen, egyébként a Tóth Avé ki is írt, hogy mennyire vicces lenne ezt egyébként így továbbvinni, akár valahonnan, de hát mondjuk, vagy mondjuk külföldről figyelni, hogy... De azért nem jó külföldre vinni, mert azok elfogultak, mert ugye mi annak idején őket fosztogattuk. Pont ezt akartam mondani, tehát, akkor a kalandozó magyarok miatt helyből... Majd a nyugati hatalmak, akiknél kalandoztunk, majd ők döntenek ebben az ügyben. A büdös magyar migránsokon. A kalandozást egyébként mindig imádtam én is, tehát mint a Tóth, hogy amikor gyerekkoromban is tudtad, hogy hát ez ilyen 19. századi romantikus megközelítésben ragadhatott le, hogy hát mi kalandoztunk. Hát igen, így is lehet fogalmazni. Hát mondjuk Tóth Avé is pont ezért írta le, hogy nem egész pontosan hogyan kalandoztunk, de nem merem mondani. Én ott állok a kalandozók mellett teljes messzélességgel, igen. Viszont közben most... Elolvashatok nektek valamit, csak hogy értsük egy kicsit a másik oldalról is, vagy éppen ne értsük. Egy ismert fideszes újságíró tollából származik néhány mondat. A tények pedig ezek. A cigányság jelentős része nem alkalmas az együttélésre. Ugye már ez a mondat elég volna arra, hogy 1, 2, 3, 1000, 2000, 3000, 30000, 300000 cigány ember beperelje őt, mert ez természetesen nem is csak egy emberre vonatkozik, hanem kimondva is a cigányság jelentős részére, sérti a közösséget. Tehát elindulhatna egy pert, nem tudom, hogy mennyire volna ez helyes, jogos, de a mostani szabályozás, az alaptörvény és a PTK szerint abszolút indulhatna per, és jó esélye van a győzelemre a perlőknek. Folytatom, nem alkalmas arra, hogy emberek között éljen. A cigányság ezen része állat és állatként viselkedik. Hát újból 1, 2, 3, 300000, 500000 per. Akkor és azzal akar üzekedni, akit és ahol meglát. Ha ellenállásba ütközik, gyilkol. Ott és akkor ürít, ahol és amikor rájön. Ha valamiért ebben akadályoztatva érzi magát, gyilkol. Az kell neki, amit meglát. Ha nem kapja meg azonnal, elveszi és gyilkol. A cigányok ezen része bármiféle emberinek nevezhető kommunikációra képtelen. Leginkább tagolatlan hangok törnek elő állati koponyájából, és az egyetlen, amit ért ebből a nyomorult világból, az az erőszak. Vagyis odajukat ki ez a bekezdés ebben a bizonyos cikkben, hogy az egyetlen, amiből ért, az az erőszak, vagyis erőszakot kell ellenük alkalmazni. Na, itt lép tovább a véleménynyilvánítás, hát akármilyen véleménynek nevezzük ezt, véleménynyilvánítás határán, mert ez erőszakra buzdít. Ezen az alapon is bőven be lehetett volna perelni, a mostani szabályozás szerint már az első fél mondat alapján is. Nem tudom, hogy mi a jó, az biztos, hogy az erőszakra uszítás az már tűrhetetlen. Most megint visszaugrunk egy kicsit témában, mert Bálint Judit szerkesztőnktől tényleg azon frissiben most megkaptunk egy ilyen breaking news-t, nektek is mondom, akik a vonalban vagytok, hogy megjelent a kormányrendelet, és tényleg április 19-én fognak kinyitni az iskolák. Ez a magyar közlöny legfrissebb számában most jelent meg, tehát gyakorlatilag így teljesen friss információ. Olvasom ebből, a köznevelési intézmények az óvoda kivételével, és a szakképző intézmények rendes munkarendben. Tehát
gyakorlatilag április 19-től kezdve. Az óvodákban március 8-ával elrendelt rendkívüli szünet megszüntetése kerül. Tehát úgy tűnik, hogy amit Orbán Viktor elhatározott, azt annak dacára végigviszi, hogy sokan figyelmeztettek erre, amit Gyuri is összefoglalt, hogy egyszerűen nem lesz védettség, és újra ugye a gyerekekkel összeengedik a tanárokat, illetve megint csak gyakorlatilag a nyitás irányába teszünk egy lépést. Hát jó, most ezt kihozták, és majd akkor előtte két nappal lehet írni egy másik kormányrendeletet, én ennek nem... Na de a magyar közlönyről beszélünk, itt ülünk szombat délután, és gyakorlatilag most megmondták, hogy április 19-én nyitunk. Még nem látjuk húsvétot, nem látjuk a számokat. De ez, azt azért higgyétek el, hogy Orbán Viktor azt pontosan érzi, hogy az emberek akarnak valami, tehát úgy élünk egy éve, hogy két napra előre nem lehet tervezni. Nagyon ő se tud két napnál tovább tervezni, de neki mutatnia kell, hogy tud. És most semmiből nem áll kiadni egy rendeletet, és higgyétek el, erre millióknak ez jó. És, de mondom, hát nekem is egyébként, nem tudnám, hogy egyébként meg igazából ők se tudják, mert egyszerűen nem lehet már úgy élni, ahogy élünk egy éve, hogy egy napra, két napra, három napra előre nem lehet tervezni. Ezt ők valószínűleg egyébként a legendásan sokat kutatott közvélemény alapján pontosan látják. Ha most én most gyalog jöttem ide be, egy olyan 25-30 percet sétáltam itt végig a belvároson. Az emberek kint vannak, egyébként a legtöbbje maszkban sétál, biciklizik, kutyát sétáltat, együtt vannak, nálunk a házban tegnap az első emeletem, szerintem valami házi buli is volt, tehát pontosan tudja azt, hogy Orbán Viktor, hogy az embereknek egy nagyon nem elhanyagató része beáraszta azt, ami most történik. Bármennyire is durván hangzik. Az, hogy van 20 ezer halott. Ő az életét a további... Gondoljatok el, tavaly tavasszal nem parancsra maradtak otthon az emberek. Félretés ne essék, nem Orbán Viktor záratta be, persze papíron ő záratta be az iskolákat, de az tudatosan tudta, hogy hétfőn már nem vitték volna be az emberek a gyerekeket az iskolába. Ő azt tudja, hogy itt április második felében nem lehet, tehát ez Közép-Európa, ez nem Dél-Korea, nem Tajvan, itt nem lehet azzal a fegyelmezettséggel és szigorításokkal már hatni, most már nem, egy év után. Ő ennek megy elébe, és amit már mondtam már egy 20 perccel ezelőtt, hogy föltett mindent egy lapra. Az oltásra. És vagy bejön neki, vagy nem. És marhára kell drukkolnunk, hogy bejöjjön, mert mondom, mert a mi életünk múlik rajta, de közben, és ez, amit most elmondtam az elmúlt 3 percben, érzékeli azt is, hogy nálunk, ha szigorít, az már nem fog, hiába, hát le lehet írni egy papírra, hogy holnaptól mindenki deszkázza be az ajtaját, az emberek ezt nem fogják már itt követni. Szerintem. Mit gondoltok? Én szerintem azért nagyon sokan félnek. Tehát, hogy amellett ez a jelenség létezik, amit mondasz, meg mindannyian tapasztaljuk, ez a felelőtlenségig is elmegy gyakran, de én ugyanannyi embert látok a környezetemben is, akik viszont kimondottan félnek, és egyszerűen a túlélésre rendezkedtek be, és lehet ki sem mozdulnak a lakásukból, mert persze, hogyha ezt megtehetik, és van az a csoport, aki nem teheti meg, mert egyszerűen el kell mennie dolgozni, mert olyan körülmények között tevékenykedik. Amit egyébként mondtatok, hogy eddig ugye néhány nap alatt változtatott a döntésein oldalán, hogy arra is volt példa, hogy itt néhány óráról beszéltünk csak. Tehát bejelentettem mondjuk este 7-kor, 8-kor a Facebook oldalán, hol máshol, hogy éjféltől milyen rendelkezések igazak, és hát akkor is mondjuk beszéltem olyan rendőrkapitányon, aki azt mondta, hogy egész egyszerűen nem tudja, hogy mit, hogyan kell értelmezni, mert mondjuk velük ezeket nem osztották meg, hanem a Facebookon bogarásszák, hogy mit mond a nagyfőnök, és vajon akkor ebből mi vonatkozik rájuk, mit kell betartatniuk. Tehát ugye ez a nem kormányzás. Gyuri, de te mit gondolsz? Bocsánat, Gyuri, mit gondolsz akkor erről? Egyetértesz az Ivánnal, hogy lehet ezt csinálni, hogy most 3 hétre előre mondunk valamit, aztán majd mondunk mást? Nem értek egyet az Ivánnal, de ez már közöttünk. Igen, már ezt hetek óta. Annyira próbálom kiprovokálni, hogy legalább az adásban is ezt megosztátok a hallgatókkal. Igen, csak úgy zárójelben mondom, hogy Iván nagy reményeket fűzött ahhoz, hogy Indiában néhány héttel ezelőtt szinte eltűnt a járvány, nyári immunitást is el tudott képzelni. Hát most el lehet képzelni, hogy nincs nyári immunitás, ugyanis többszörösére emelkedett az új fertőzések száma, de az Indiában van. Egyébként az az egyik új vakcina, amit mi megrendeltünk, és amit szintén be akarunk adni a magyar népnek, az Indiából jönne, de egy nappal azután, hogy a magyar kormány bejelentette, hogy jön, az indiaiak közölték, hogy nem jön, mert nekik kell. Na, indiai zárójel bezárva. Az, hogy a miniszterelnök parancsára a magyar közlöny mit hoz ki, és hogy a miniszterelnök mit áraz be,
az egy dolog. A miniszterelnök azonban nem ugyanolyan, vagy nem volna szabad ugyanúgy működnie, mint a magyar társadalom, akár gondatlanabb, akár tájékozatlanabb, akár felelőtlenebb, akár bátrabb részének, amelyik beáraszta azt, hogy hát 20 ezeren meghaltak, megfognak még esetleg 10-20 ezeren, nem én leszek az jó eséllyel, hiszen van még a 20 ezer, vagy plusz 20 ezer emberen kívül 9 millió 500 ezer akárhány, és azok életben fognak maradni. Hát így is lehet gondolkodni, de a miniszterelnöknek az első számú kötelessége az, hogy a járvány alatt megvédje a magyar társadalmat. Lehet, hogy ez nem lesz népszerű, lehet, hogy anyázni fogják a miniszterelnököt, de neki kötelessége megvédenie az idősebbeket is, meg a várandós mamákat is, akik közül szintén többen meghaltak. Úgyhogy nem szabad, vagy nem lenne szabad ilyeneket csinálni, és jellemző, hogy a kormány egyik fő szakértő hangja, a mindennap a közmédiában szereplő Szlávik János László kórház főorvos éppen ma mondta, csak még nem olvasta akkor a magyar közlönyt, hogy a járvány harmadik hulláma továbbra is felszálló ágban van. A korábbi tapasztalatok alapján esetleg április közepén végén kezdhet el csökkenni a vírus terjedése. Vagyis akkor csökkenni, hát az azt jelenti, hogy utána még heteknek kell eltelnie ahhoz, hogy óvatosan, lassan, vigyázva nyissunk. Lehet, hogy a miniszterelnök két hét múlva szép csendben, suttyomban visszavonja majd ezt a rendeletet. De ez nem miniszterelnök, ez nem vezetés, bármennyire azt játszom. De Gyuri, egész Európában kapkodó, önellentmondó, mondjuk ez így nem igaz, de egy csomó igaz. Helyen a húsvéti Gyuri, szigorításokat nekem, jelentették hogy Svédországban be. Miért nincs harmadik hullám? Svédországban is van harmadik hullám. Gyuri, nézd meg a grafikon. Nincs. Ma persze vannak fertőzöttek, de nincs harmadik hullám. Igen. És nem igaz, hogy miatt nincsenek védelmi intézkedések. Már többször Svédországban 780 többen fertőzöttek meg egyébként hasonló lakosságszámmal, mint Magyarországon, de ha összehasonlítjuk a térségben lévő Dániával vagy Finnországgal, akkor meg sokszorosan többen. De Gyuri, az a bajom, hogy ez a lezárás fétis, hogy az mindenen segít. Nem, az önmagában nem segít mindenen. Tehát ha most itt elkezdenének szigorítani, ez már mit old meg Magyarországon szerinted? De most nem arról beszélünk. De én erről beszélek. Te követelitek, hogy legyen még szigorúbb. Mi legyen még szigorúbb? Senki nem mondta, hogy legyen még szigorúbb. Hát dehogy nem. Azt mondjuk, hogy hiba a nyitás. Az a kettő nem egyenlő. Nyisson akkor, amikor nem lehet. Pontosan. De a Svédországban 1 millió lakosra meghalt eddig 1321 ember, akkor Dániában 1 millió lakosra 416 halt meg. Azt hiszem, ez komoly különbség. A svéd kormány nem tudom, hogy ennek majd milyen kárát látja később, de szerintem a dánok és a finnek jobban védekeztek. Mondjuk nem kevéssel, sokkal. Annyit azért megjegyeznék, hogy a svéd alapmentalitástól és hozzáállástól én azért azt gondolom, hogy még elég messze vagyunk, de... Hát ezt mondom én is, tehát, hogy nem, közül nincs hozzá. Is. Igen. Azért hasonlítottam össze a svédet a dánnal, de ha összehasonlítom a finnel, ott az 1321 svéd halottra 147 finn halott jut. 10-szer kevesebb, mint Svédországban. Na jó, de már a műsor elején meg szóba került, hogy a magyar egészségügyi állapot. A magyar kórházak 10-20-30 éve való állapota. A kevés ápoló, a kevés orvos, az alulfinanszírozott rendszer, az, hogy 1 millió ember cukorbeteg, hogy nem tudom én hány millió elhízott. Hát ezt nem számoljátok eléggé bele ebbe az egészbe. Beleszámoljuk, de éppen ezért mondjuk azt, hogy nem szabad felelőtlenül nyitni. De könyörgöm. Egyébként nagyon nagy különbség van a között, hogy nem további szigorítást akarunk, hanem csak az óvatosság fenntartását szerintem. Erre a hétre, ha már hetes stúdió, mindenki ugye a húsvéti szigorításokat várta, adott esetben, hogy legalábbis a fenntartását. És ehhez képest most megkapjuk, hogy mi lesz 3 hét múlva. Viszont mindjárt vége a műsornak, úgyhogy én még egy témát nagyon szeretnék legalább behozni, hogyha nem kettőt. A jegyzetben is érintettem a Szájer József letartóztatásáról készült filmet. Tessék, Ivánt már is sikerült egy kicsit kuncogásra hangolni, hogy ez a film, gondolom, belenéztetek az előzetesbe, láttátok, ami ugye először kijött, utána eltüntették, de hát ugye az internet nem felejt, szerencsére, úgyhogy ezt most is bárki megnézheti, aki szeretné. Leginkább azzal foglalkoztak, hogy hogy kerültek oda a belga filmesek.
ami engem nagyon-nagyon zavart, megmondom őszintén, mert miért az a baj, hogy voltak ott? Tehát ezek az összeesküvés elméletek. Tehát miért nem az a baj, hogy Szájer József az Ereszen menekül abból a bizonyos partiból? Tehát miért ezzel foglalkozunk, hogy milyen összeesküvés elmélet alapján buktatták őt le? Mert minden másba kapaszkodnának bele. Tehát ugye ez az a pont, az Ereszen kívül. Hogy tessék, ebből látszik az egész, hogy megrendezett dolog, csodantok ezzel már csak arról beszélünk, hogy szegény Szájer Józsefet, aki ugye itt az európai értékek és a konzervatív keresztény, nem tudom minek a védelmezője, ugye többbe csalták, ugye még a Borkőnél is olvashattunk, meghaltunk annak, hogy biztos belekevertek valamit az italába, tehát nyilvánvalóan ők ártatlanok, és ez egész egy megrendezett valami. Igazából nincs miben másba kapaszkodni, hiszen itt a rendszer álságosságának a fundamentumát támadják ezek a történetek, tehát hogyha ezt egy film forgatókönyvíró így írja le ezeket a jeleneteket, akkor azt mondjuk, hogy azért ez már kicsit túlzás, tehát egy picit túltolta, és hát a valóság mégis ez. Most a filmből ugye sokkal okosabbak már nem lettünk igazából, csak ugye ilyen kis pikás részletek derültek még ki, vagy váltak láthatóvá. Rettenetesen kínos az egész ügy, és nyilvánvalóan kapaszkodnak mindenfajta kis reménysugárba, amit ugye meg tudnak fogni. Gyuri, mit gondolsz? Hát mit is gondoljak? Én nem hiszek az összeesküvésekben, az elméletekben meg. Az összeesküvések persze vannak, elméletek meg még inkább, csak nem hiszem, hogy Szájer József éppen belekerült volna egy akármilyen összeesküvésbe. Ha valaki azt feltételezi, hogy na, nem véletlenül lehet tett ott a reség meg. Na, nem véletlenül lehetett ott még egy tévéstáb is, hogy forgasson. Ez biztos kitalálta valamelyik nyugati titkosszolgálat, hogy lebuktassa a kit is, Szájer Józsefet, akit azért Magyarországon olyan sokan nem ismernek, akinek a politikai bukása, bár szerettem volna, ha így lenne, de mégsem rázta meg a Fideszt. És ezt a nyugati titkosszolgálatoknak is tudniuk kellett. Ha valakit itt érdemes lebuktatni, az természetesen az egyszemélyi totális hatalom birtokosa. Szájer távozása, Szájer megrendítése, ez nem fogja a Fideszt és az Orbán uralmat megrendíteni. Úgyhogy éppen ezért azt gondolom, hogy pehje volt, de megérdemelte, hogy lebukott, hiszen vizet prédikált és bort ivott. Hát igazából a Gyurinak én is inkább A4-es papírokat akarok látni bankszámlaszámokkal, meg nevekkel, és azzal valóban beljebb lennék. Na jó, akkor ugorjunk még egyet, hát ha még ez így belefér. Ugye volt egy SFF film, amit a Partizán YouTube csatornáján adtak volna le arról, hogy a színművészetisek hogyan bontakozott az ellenállásuk, és ez végül nem ment ki, és egy ilyen kínos egymásra mutogatás alakult ki, gondolom láttátok, hogy most ezt miért nem tudták bemutatni. Van, aki szerint azért, mert talán nem azt az arcát mutatta volna a mozgalom, viszont maga a mozgalom arra hivatkozott, hogy egyszerűen arról van szó, hogy a benne szereplőknek a jogait még egyelőre nem vették figyelembe, nem adták a hozzájárulásukat, a beleegyezésüket. Nem ástam bele magamat ennyibe a történetbe, hogy átadom nektek azt a pár percet, ami még van. Gyuri, Zsombor? Hát ugye ez egy kisebb fajta forradalom volt, amit azért láttunk. És hát sajnos ugye minden ilyen mozgalomnak, vagy forradalomnak, hát ugye ez a sajátja, hogy ugye felfolyja a gyermekeit. Hát, na, itt azért erről nincsen szó. Kellemetlen és kínos ez a jelenség. Nem vagyunk minden információ birtokában, hiszen bár ugye kijöttek különféle közlemények, de ha már személyesen szólítunk meg bárkit, akkor azt mondja, hogy igazából nem akarja magát most mélyebben belásni. Én remélem azt, hogy sikerül ezt elsimítani, és előbb-utóbb megnézhetjük azt a filmet úgy, hogy nem marad utána tüske senkiben. Gyuri, tiéd az zárszó. Miután én sem tudok róla többet, mert nem akart például Gulyás Márton sem megnyilatkozni ebben az ügyben, nyilván kellemetlen is, kínos is, meg talán abban reménykedik, hogy lesz azért még valamilyen kompromisszum, megegyezés, amennyit sejteni lehet körülbelül az, hogy az ottani szereplők közül néhányan egzisztenciálisan érezhetik félelemben vagy fenyegetve magukat, hogyha egy ilyen filmben szerepelnek. Valószínűleg egy mondjuk egy szerkesztőség, egy tévészerkesztőség
minden jogi és egyéb hasonló feltételt, korlátot jobban ismer, mint egy ilyen frissen és fantasztikus sikerrel újságíróvá vagy szerkesztővé avanzsált Gulyás Márton ismerhetett. Én azt remélem, hogy ez ő tényleg fantasztikus munkája, és ez az egészen különleges ügy végül eljut odáig, hogy sokan tíz és százezrek láthatják, és a kis nézeteltéréseket elsimítják. És akkor miután megnéztük, majd mi is visszatérünk rá még egyszer. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. György Zsombor, Kárpát Éven és Bolgár György. Viszont hallásra. Igen, és ez volt köszönöm. A hetes stúdió, mert hogy itt a vége. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. A szerkesztő Bálint Judit volt, a technikus pedig Kemény Dániel. Gergely Zsófiát hallották, viszont hallásra.